van velünk dr. Gödény György, gyógyszerész, illetve dr. Usolyi Miklós, víruskutató egyetemi tanár. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ugye gyakran éli önt az a vád, hogy nem vírus tagadó, hanem vírus szkeptikus, de mi a kettő között a különbség? Igen, vírus realista. Hát a vírus tagadó az tagadja a vírusokat, tehát ezt nem akarom magyarázni, mert ezt ezerszer elmondtam már. Tehát tisztában vagyok azzal, hogy a vírusok tulajdonképpen milyen működésekkel és hogyan fertőznek jelen pillanatban, tehát soha nem tagadtam a vírusok létezését. Tehát aki ezt az összeállítást összerakta, az biztos, hogy nem olvasta a könyvet, amit írtunk Nemere Istvánnal, tehát eleve ez a gond. A másik az, hogy nekem nem a vírussal van problémám, hanem azzal, hogy ezt a járványt a média annyira felfújta, hogy tulajdonképpen a kormányzat, illetve a politikusok erre a felfújt hírhalmazra hozzák a döntéseiket. És ez teljesen helytelen. De mit gondol ön felfújt információnak? Tehát az, hogy ha megnézzük, ahogy Rusvai professzor is elmondta korábban, hogy kinél milyen adatok verik ki a biztosítékot. Tehát jelen pillanatban azt meg kell állapítsuk, hogy ez a járvány, ez nem olyan mértékű, amire ilyen jellegű korlátozásokat kell hozni. Arról ne is beszéljünk, hogy a korlátozásokat ilyen tekintetben soha életben nem használtuk sehol. Tehát mikroorganizmusokra, vírusokra, baktériumokra és az ezek által okozott járványra soha nem hoztunk létre ilyen elzárásokat, korlátozásokat, lezárásokat. Korábban mi történt a történelemből? Tudjuk, hogy beteg embereket zártak karanténba, nem egészségeseket. Tehát ezzel mi egy környezeti tényezőt megváltoztattunk, amivel talán elő is segíthetünk bizonyos mutációk kialakulását, illetve szelektálódását. De régebben nem lehetett az, hogy hosszabb ideig tartott így egy-egy járvány? Tehát lehet, hogy a kormány valószínűleg ezt akarta orvosolni ezáltal, hogy ne húzódjon el olyan hosszan. Erről mit gondol? Tehát miből gondoljuk, hogy itt rövidebb ideig tart a járvány? Hát ha nézzük, akkor már egy éve zajlik. Közben átéltünk bezárásokat, lezárásokat, kijárási korlátozásokat, millió ilyen intézkedést, és közben nem változott semmi. Az emberek tönkre mennek benne, a populáció egy jelentős része napról napra él, nem tudni, hogy holnap miből fizetik a számláit, vagy miből vesz a gyerekének kenyeret. Azért, mert vigyázunk arra, hogy nehogy valamilyen létszámban a halottak száma, vagy a sérültek száma megnőjön. Ez a vírus azért, ha meglátjuk, rengeteg emberen keresztül ment már, tehát ahogy Merkeli professzor is összerakta a vizsgálataiba, a tavaszi felmérések alapján következtetett, hogy tulajdonképpen az átfertőzöttség az 21-szerese annak, mint ahány teszttel megállapított fertőzöttet találtak. A későbbi tippelés alapján most úgy tartunk, hogy 10-szerese az átfertőzöttség. Tehát jelen pillanatban közel 600 ezer tesztelt van. Ha megnézzük, akkor 600 ezer teszteltre közel 6 millió ember kell, aki már átment a fertőzés tünetek nélkül. Tehát itt is a nyájimmunitást vesszük mindig elő, vagy a közösségi immunitást. Rusvai professzor 2,5 milliót mondta erre, de ezt a Merkeli professzor számolja, amit én mondok. Hát a tudomány úgy működik, hogy egyeztetünk, és utána megállapítjuk, hogy tulajdonképpen mi az igazság. De ilyen alapján már az átoltottság 1,5 milliós, akkor 7,5 milliónál tartottunk, akik találkoztak a vírussal. Tehát már a közösségi immunitásnak működnie kell. Ahogy a professzor is mondta, most már valamikor tetőzni fog ez a járvány, tehát vége lesz. Viszont az életünk, több millió ember élete egy éve korlátozva van olyan módon, amit soha nem tapasztaltunk eddig. Na, azt mondta, hogy nem segített semmit, ezek a korlátozások nem segítettek, de honnan tudjuk? Nem én mondom. Ezt mondjuk a Stanford Egyetem kutatói mondják. De honnan tudjuk, hogy mi lett volna, hogyha? Tehát... Nem, ők azt mondják, hogy jelen pillanatban ez nagyon nagy dolgokat nem hozott létre a járvány terjedésével kapcsolatban. Viszont több kutató meg azt állítja, hogy a környezeti tényezők ilyen módon történő megváltoztatásával, tehát hogy egymással nem vagyunk kapcsolatban, kontaktban, kiszelektáltunk olyan vírusokat, amik virulensebbek is, vagy fertőzőbbek is. Tehát a virulencia az egy másik dolog, de tehát, hogy könnyebben terjednek egyik emberről a másikra, kibírják a nagyobb távolságokat, vagy különböző olyan környezeti tényezőket, ami az ő terjedésüket segít elő. Hogy a virulencia az mennyire társul hozzá, ezt adott mutációnál kell megnézni. Ugye, ahogy kinél mi veri ki a biztosítékot, tehát ami a Központi Statisztikai Hivatal adata, az, hogy az elmúlt egy évben körülbelül 130 ezer halott helyett 140 ezer halott volt, tehát körülbelül 10 ezer emberrel több halt meg 2020-ban, mint az előző 5 év átlaga. Én úgy gondolom, hogy mindaddig, amíg specifikus védelem, mi ezt úgy mondjuk, ugye a vírus ellen nincsen, nevezetesen amíg nincs vakcina, addig az egyetlen dolog, amit tehetünk, az a személyi higiéne fokozása, a maszk viselése,
ezek már a középkorban is azért használatosak voltak, vagy valamilyen régi kámzsaszerű, vagy ugye a különböző füveknek az égetése, stb. Több-kevesebb sikerrel. Na mindegy, tehát a személyi higiéne fokozása, és adott esetben a maszkviselés továbbá a zárlat. Amíg nincs vakcina, más védekezési lehetőség nincs a kezünkben. Ha ezt nem használjuk, akkor gyorsabban terjed bármilyen fertőzés. Ön szerint mi a baj a maszkokkal? A maszkviseletnek rengeteg kutatási eredménye van, pro és kontra. Tehát most rengetegen arról beszélnek, hogy tulajdonképpen a műtéti körülmények között mennyire hordják az orvosok a maszkot, tehát semmi köze a kettőnek együtt, tehát egy steril műtéti körülménynek ahhoz, ahogy mi most hordjuk. Arról ne beszéljünk, hogy ezt így rátolni az emberekre teljesen értelmetlen és fölösleges, mert tudjuk, hogy hányan hordják azt az egy maszkot tavasz óta. Hát rengeteg emberrel találkozom, akinek látszik, hogy azt nem tegnap vette föl, sőt nem is ma, meg nem is két hónap ezelőtt. Tehát nem látom emiatt értelmét ennek, mert azt tudjuk, hogy azért a maszkokban rendesen tenyésznek a mikroorganizmusok abban a jó kis langyos, meleg, kis nedves, hogy mondjam, táptalajba. Olyan baktériumok is felszaporodhatnak, amelyek esetleg berillegezve gondot okozhatnak. Tehát teljesen más az, amikor naponta cserélünk egy maszkot háromszor vagy négyszer, és azt hordjuk, és az egész lakosság ezt csinálja. Azt teljesen szerint akkor jelen ez elfogadható? Semmi értelme, az életben nem lesz megvalósítható. Tehát jelen pillanatban nem látom a maszkok viseletének az értelmét ezért. Tehát... Ön mit gondol erről? Én azért látom értelmét, mert a maszk elsősorban nem a vírust fogja megszűrni. A vírus az úgy megy át, a csupasz vírus úgy megy át a maszkon, mint kés a vajon. A mikrocseppecskéket, tehát ha én azt mondom, hogy pardon, vagy bocsánat, vagy akármi, az első szóval az úgynevezett labiális hangzókkal, meg különben is, ha beszélek, hát ha valaki napfényben úgy beszél, hogy oldalról látom, hogy látszik, hogy mennyi mikrocseppecske jön ki a szánkon, normális, tehát nem kiabáló, hanem normális beszédként, akármilyen szárazon beszél valaki, ezeket a mikrocseppecskéket fogja meg a maszk, és ezek a mikrocseppecskék egy idő után beszáradnak, tehát ha valaki horribile duktu, hordja ugyanazt a maszkot első nap, második nap, éjszaka miközben kiszárad, a vírusok tönkre mennek. A baktériumok nem, ezt elfogadom, penészspórák ott maradnak, de a vírusok azok elpusztulnak a beszáradás hatására. Kettő, akár egy langyos vizes, mosogatószeres, mosószeres mosás, vagy egy vasalás, a 70 fok a vírusokat megint csak biztos, hogy elpusztítja. Tehát ezeknek a maszkoknak a fertőtlenítése háztartás technológiai módszerekkel egyszerűen megoldható, ha valaki nem csinálja, leke rajta, de a mikrocseppecskéket akkor is megfogja, és az, hogy ez hatékony, bizonyítja, hogy influenza járvány se volt egész múlt évben. Egyik féltekén se. A védőoltásokról, amit erről beszélhetnénk, erről az influenza járványról is, tehát ahogy most eltűnt az influenza járvány, és a maszkok miatt tűnt el. Én meg azt mondom, hogy ezeket a légúti megbetegedéseket eddig úgy hívtuk, hogy influenza-szerű légúti megbetegedések, amelyeket szintén okozhatták más vírusok is, akár rinovírusok is, akár koronavírusok, mert mindig egy bizonyos százalékban ezek okozták. Most ezek így eltűntek, most ezt úgy hívjuk az összeset, hogy koronavírus. És ahogy a professzor is mondta, tehát meg kell, különbséget kell tennünk arról, hogy valaki COVID-beteg, tehát tulajdonképpen a beteg valóban drasztikus formán megjelenik rajta, vagy koronavírus fertőzött. Ez óriási különbség. És mivel azt látjuk, hogy a koronavírus fertőzöttekből van több, és a COVID betegekből kevesebb, ezért ez a lezárás teljesen kontraproduktív. Abszolút szerintem. A védőoltásokról mit gondol? A védőoltásokról az, hogy hát ahogy Falus András Széchenyi Díjas immunológus is mondta, aki azért nem lehet róla elmondani, hogy oltás ellenes. Ilyen stádiumban szerintem ezek a az oltóanyagok még kísérleti stádiumban vannak. Tehát ez emberkísérlet, ami jelen pillanatban folyik. Tehát még nincsenek olyan adataink. Tehát egy oltóanyagról nem tudjuk pontosan, hogy milyen a hosszú távú mellékhatásai, vagy hatásai, vagy bármilyen jellegű olyan információt nem tudunk, hogy mi történik a beadás után 1, 2, 3, 5 év, 7 év, 10 év múlva, akkor ezek még kísérleti stádiumban vannak. Ugyanígy nem tudjuk azt, hogy meddig ad védettséget. Tehát még nem kaptunk egy konkrét adatot, hogy tulajdonképpen egy adott oltóanyag egyszer-kétszer beadva meddig ad védettséget. Sőt, most már jött ki a harmadik típus, hogy már a mutánsokra még egy harmadikat adunk majd be, hogy az legyen, de közben nem tudjuk, hogy hova fog mutálódni ez a vírus.
Tehát jelen pillanatban úgy gondolom, hogy itt tartunk. Nem vagyok oltás ellenes, tudom, hogy már körülbelül 200 éve használunk különböző oltóanyagokat, de ezek a hagyományos oltóanyagok. Tehát az, hogy hosszú távú hatásai vannak valaminek, ezt én elfogadom. Nem tudhatjuk valóban, de a Covid-nak a hosszú távú hatásait már ismerjük. Tehát ha a bizonytalan rossz és a biztos rossz között kell választanom, akkor lehet, hogy én inkább azt választom, hogy kevesebb kockázatot vállalok. De azért most tegyük még tisztába, egy másik számadatot mondtam itt, és megígértem, hogy reflektálunk rá. Tehát ugye mondtam, hogy 10 000-rel több halott volt tavaly, de nagyon fontos az, hogy tudjuk azt is, hogy tulajdonképpen a jóléti államoknak az a célja, hogy az emberek minél hosszabb ideig éljenek, és életben maradjanak a betegek is, adott esetben a gyengék, az öregek is. Ez a vírus kivette a kezünkből ezt a lehetőséget, és elsősorban az idős, beteg, gyenge embereket pusztítja. De most főleg az első hullámban. Most igen. Már ugye más, hiszen őket immunizáltuk elsőként, tehát lejjebb szorítottuk az átlag életkort és az egészségek felé toltuk, mert a vírus máshogy már nem tud szaporodni. Ez az egyik káros következmény, amit például itt korábban említettünk, hogy igen, ezzel, hogy védekezünk, ezzel másokat szolgáltatunk ki. Ez egy káros következmény, de átmeneti. Megint csak remélem, hogy ők is minél előbb védve lesznek. Majd tulajdonképpen csak ennyit akartam mondani, az állam felelőssége, hogy bevállalja-e, hogy igen, a gyengéket is védem, vagy pedig őket sorsukra hagyva inkább a gazdaság érdekeit védem, meg az emberek pszichés terhelését nem fokozom. Dr. Ussai Miklósnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt és mindezt elmond. És már itt van velünk Dezse Balázs, a Pesti TV külpolitikai elemzője, illetve kollégám, és még maradt velünk Dr. Gödény György gyógyszerész, akivel folytatjuk a témát. Azt mondta nekem a szünetben, hogy szeretne hozzászólni még Rusvai Miklóshoz. Igen, az oltásokkal kapcsolatban. Tehát azt tudnunk kell, hogy a koronavírus oltásokat azt azért elég septiben fejlesztették, ezt mindenki tudja. Korábban azokat az oltásokat, amiket használunk, a hagyományos oltóanyagokat is, 3, 5, 8, 10 évig fejlesztették ki. Ez egy teljesen új, rengeteg új technológia jött ezzel kapcsolatban, amit most használunk, aminek nem tudjuk a hosszú távú hatásait. Abszolút. Tehát nem tudjuk, hogy milyen hosszú távú károsodásokat okozhat egy oltás. Anélkül felelőtlenség szórakozni azzal, hogy fűfa a virágot beoltunk vele, és várjuk a nagy megváltást. Mint ahogy Merkei professzor adataiból is kiderült, az átfertőzöttség azért jóval magasabb, annál már eléri azt a mennyiséget, ami a nyári immunitáshoz, vagy a közösségi immunitáshoz elegendő. Balázs, mit szólsz a témához? Én az oltást azt így elengedném, mert én egyébként alapvetően én félek az oltásoktól, belészúrnak az emberbe egy tűt, az rettenetes, mondjuk nem értek egyet azzal, amikor valaki az oltás ellen kampányol, mert nekem is van egy nagymamám, meg vannak olyan személyek a családomban, akik veszélyeztet vannak. Én igazából arra szerettem volna rákérdezni, hogy nagyon sokan meglovagolják a nyitásnak a kérdését. Hogy nyilvánvalóan az a generáció, amiben még én is hát pont beletartozom kávé, és nem, még megengedem azt magamnak, hogy fiatalnak nevezem magam, akiknek nyilván nagyon szimpatikus dolog a nyitás. Azért láthattuk, hogy az elmúlt évben is az ilyen 20 évesek, korai 30 évesek minden lehetőséget kihasználtak, meg minden kiskaput kihasználtak arra, hogy elmehessenek bulizni, meg inni, meg összegyűlhessenek, hogy, és bocsánat, összetegeződtünk, csak a kedves nézőknek mondjuk el, hogy a ti oldalatokról mennyire, vagy a te oldaladról mennyire a, hát hogyha most olyan politikai kifejezésre akarok kérni, a populizmus és a népszerűség hajhászás az, hogy akkor igenis nyissunk ki mindent. A Momentumnak is volt néhány hete egy ilyen remek ötlete, hogy Fekete Győr András azonnali hatállyal sürgette a biztonságos, okos nyitásnak az ötletét, miközben egyébként most már azt mondja, hogy már több héttel ezelőtt be kellett volna jelenteni a szigorításoknak, a újabb szigorításoknak a menetét. Szóval mennyire sikerhajhászás ez? Azt hiszem, én nem keveredtem ellentmondásba az elmúlt egy évben. Tehát azt nem vesz észre senki, hogy mi segíteni szerettünk volna, legelejétől kezdve. Tehát egyrészt megnyugtatni az embereket, hogy ebben a koronavírus járványban nem fog kipusztulni az emberiség, nyugodjon le mindenki, mert a média pont a másik oldalt tolta. Szerveztünk konferenciát koronavírus témakörben, ahol meghívtuk Kastner miniszter urat, Merkei professzorat és minden olyan szemét akkor, aki ebben érintett volt és állást foglalt. Senki nem fogadta el a meghívást. Jelen pillanatban Gulyás Gergely miniszterelnöknek írtam egy levelet március 5-én, hogy
egészségügyi szakszemélyzet, orvosok, ápolók és szakemberek részt vennének a segítségben, amennyiben bennünket beengednének egy koronavírus osztályra. Tehát nem olyanok, mint most az orvosi kamara hirdetett egy ilyen akciót, hogy mindenkit kiképezünk szakemberi 3-4 óra alatt, és akkor mehet a koronavírus osztályra. De mi ez a probléma? Mert láttam épp, hogy Győrben is toboroznak. Az, hogy egyrészt ez egy, hogy úgy mondjam, szintén a rémhírkeltés egyik megfelelő mozzanat, amit ők csinálnak, mivel utána le van írva, hogy semmilyen garanciát nem vállalnak arra, hogy ezek az emberek végül is bejuthatnak a koronavírus osztályra. Mi szakembereket küldtünk volna, tehát orvosokat, akiket nem kell képezni, orvosokat, szakápolókat. És erre nem kaptunk semmilyen visszajelzést. Ehhez képest most kitalálja az orvosi kamara, Győr-Sopron Moson megyei szervezete, hogy akkor ő toboroz. Emellett ugyanez van, Orbán Viktor mit mondott utoljára, hogy megfelelő ellátásban részesülnek a betegek, a fele kapacitáson kihasználva legyen például a kórházakban, akár lélegeztetőgépen, akár pedig koronavírus osztályon lévő ágyakat tekintve. Ehhez képest a Magyar Orvosi Kamara elnöksége pedig azt mondja, hogy hú, nagyon nagy a gáz, itt nagyon nagy, összeomlik az egészségügy. Amikor mi segítséget ajánlunk, ez nem 3 ember lett volna, ez több száz ember lett volna, ezt nem fogadta el senki, most meg az Orvosi Kamara ebben, hogy úgy mondjam, haknézik. Visszatérve erre, semmilyen populizmus nincs szerintem abban, amit mi mondunk. Azért szeretnénk nyitni, mert ez az ország több bezárást nem bír el. Ahhoz képest, amilyen áldozatokat hoztunk az elmúlt egy évben, éppen korán az előbb is mondtam, hogy rengetegen kerültek a létminimum alá. Tehát egyszerűen azt, hogy a gyerekének hogy adnak enni holnap, azon gondolkoznak. Az, hogy a fiatalok be vannak zárva, persze, nincs szórakozás lehetőség, természetesen. Náluk úgy látom, hogy sokaknál még megvan ezt, hogy megvan a mobiltelefonom, meg a laptopon, és akkor otthon maradok és megfelel nekem. Szerintem senkinek nem megfelelő ez a bezárás már. Ez teljesen egyértelmű, hogy ez nagyon sok embernek nem jó. Viszont nem lenne felelőtlenség nyitni? Tehát, hogy mit gondoltok erről, hogy most kinyitnánk? Azért azt is látjuk, hogy szigorú szabályozások vannak gyakorlatilag kisebb-nagyobb megszakításokkal egy éve. És ennek ellenére is a különböző mutációk, meg a vírus berobbanása, meg a harmadik hullám. Ezek ilyen teljesen, nyilván aki ért hozzá, azok előre látják ezeket a dolgokat, de a lakosság számára megszámolni, és ezek ilyen adhok úristen, ez csak a semmiből előtűnik. Hogy mi arra a garancia, hogy nem lenne akkor, hogyha most elkezdenénk nyitni felelőtlenül, vagy akár lassan, de felelőtlenül egy negyedik hullám, egy ötödik hullám, egy hatodik hullám. A környezeti tényezők megváltoztatása, amit most csinálunk ezekkel a bezárásokkal és a távolságtartással és az elkülönítéssel, bizonyos mutációkat szelektált. Tehát azért alakultak ki bizonyos mutánsok, mert pontosan ezt az utat választottuk. Tehát ez abszolút nem megfelelő. Ha nézzük az adatokat, amiket a tiszti főorvosasszony is rendszeresen beolvas, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint 18 ezer haláleset köthető a koronavírushoz, ő elmondta, hogy ennek a 3%-a, amelyik tisztán koronavírus halálozás. Ha ezt összeadjuk, ez nincs 600 ember egy év alatt. Tehát korán sincs akkora gond, mint amit mi gondolunk. Eleve az ellátás elromlott, tehát az egészségügyi ellátás. Az alapellátás nem működik úgy, amelyik az első szűrő volt eddig bármilyen betegségben, mert ha megnézzük a korábbi adatokat, volt olyan influenza szezon, ahol egy hét alatt közel 100 000 ember ment tünetekkel, lázasan, betegen orvoshoz is kért segítséget. És működött a rendszer, akkor nem olvastuk be naponta, hogy ennyi halott van ma, ennyi fertőzött lett ma, holott 100 000 ember tünetekkel. Most pedig tesztelünk mindenkit, és ott találunk koronavírus nyomokat. Arról el is beszélve, hogy a tesztek mire alkalmasak, ezt már megbeszéltük, ciklusszám nélkül. Már csak egy nagyon-nagyon rövid kérdésre és nagyon rövid válaszra várom a választ. Vannak-e politikai ambíciói? Jelen pillanatban az a lényeg, hogy ez a koronavírus helyzet rendeződjön. Mi korábban is segítséget ajánlottunk fel, és várjuk azt, hogy a tudomány úgy működjön, hogy mind a két oldalt meghallgatjuk, és együtt kitalálunk egy olyan védekezési módszert, ami megfelel az országnak, megfelel az embereknek, és megfelel a járványkezelésnek. Tehát akkor nincsenek politikai ambíciók. Jelen pillanatban ez a lényeg, a koronavírus helyzetet kezeljük valamilyen módon. Dr. Gödény Györgynek köszönjük szépen, hogy itt volt.